Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió péntek esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Érkezzenek legfontosabb híreink! A honvédi romos épületek eltakarításán is dolgozik Varga Ferenc. Terjedőben az influenza. Mementót állítottak a makói néptánc meghonosítójának. Az illegális hulladéklerakás felszámolásáról, valamint a romos épületek eltakarításáról is szót ejtett Varga Ferenc települési képviselő Fogadóra című közéleti magazinunkban. A január 27-én adásba kerülő beszélgetés során arra is kitért, hogy milyen feladatok várnak rá városüzemeltetési tanácsnokként. Az októberi választásokon a 3-as választókerületben Varga Ferenc kapott bizalmat 767 voksal, a szavazatok 72,77%-át szerezte meg. A képviselő a televízió műsorában elmondta, mostanában a téli időszakra való tekintettel inkább szociális ügyek intézésével kapcsolatosan keresik fel. Továbbá arra ugyancsak kitért, hogy az illegális hulladéklerakás még mindig gondot okoz Honvéd városrészben, ezért elsősorban növelni kívánja a kamerák számát. Próbáljuk az illegális hulladéklerakást megszüntetni ugye a kamerákkal, és miután felszereltük a kamerákat, úgy gondolom, hogy azután van értelme ezeket eltakarítani, addig fölöslegesnek tartom, mert ezek újra szaporodni fognak ezek a illegális lerakótelepek, illetve ezeket a romos épületeket a 5 évre ütemezve folyamatosan szeretnénk eltakarítani. Több, nem is azt mondom, hogy több, hanem nagyon sok ilyen romos épület van. Akkor jól értelmezem, tehát az elkövetkezendő 5 év egyik nagy feladata az, hogy teljes mértékig eltakarítják ezeket az épületeket. Ebben az 5 évben mindenféleképpen teljesen el szeretnénk ilyen takarítani. Most ezt próbáljuk egyelőre beütemezni, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani. A beszélgetés során szó esett a Honvéd programról, mely egyik kezdeményezője a településrész korábbi képviselője, dr. Sánta Sándor volt. Az összesen mintegy 1 milliárd forintot felülelő projekt keretében már számos fejlesztés ment végbe, idén pedig megkezdődhet a Tűr utcai közösségi ház építése is. Varga Ferenc arról ugyancsak szót ejtett, hogy Mágori András képviselőtársával egyetemben városüzemeltetési tanácsnoki feladatokat is ellát. Ez többek között nálam a járda programban valósul meg, illetve ami ugye városi szinten jelent gondot, és városi szinten ez egy nagy feladat lesz, hogy a csapadékvíz elvezetésnek a felügyeletét, illetve koordinálását kaptam meg feladatként, úgyhogy amint ezekkel el tudunk kezdeni ugye a tavasz folyamán dolgozni, bízok benne, hogy segítségre leszek én is ott a városnak és minden választópolgárnak. A települési képviselő körzetéhez tartozik még a Deák Ferenc utca is környéke. Kiemelte, az elmúlt évek során számottevő beruházások mentek itt végbe. Kitért arra is, hogy nemrégiben a lakosság jelezte, hogy a könyvtár környékén van egy szakasz, ahol a közvilágítással akadtak gondok. A problémáról már tájékoztatta a szolgáltatót, orvosolni fogják azt. A belvárosban egyébként tervei között szerepel a helyi jégpálya bővítése, még modernebb felszereltséggel való ellátása is. A teljes beszélgetést hétfő esti híradónk után láthatják majd. Egyre több az influenza-szerű megbetegedés az országban a figyelőszolgálat jelentése alapján végzett becslések szerint. Csongrád megyében szerencsés a helyzet, hiszen itt járványról még nem beszélhetünk. A megbetegedéseket figyelő szolgálat a tavaly év 40. hetében indult el, és várhatóan májusig fog tartani. A szakorvosok a múlt héten megyékben csak 14 megbetegedést jelentettek. A laboratóriumi vizsgálatok az esetek döntő többségében az influenza A vírusát mutatták ki. Dr. Bosnyákovics Tündét, a Csongrád megyei tiszti főorvost arról kérdeztük, milyen tünetei lehetnek a kóros állapotnak. Az influenzát a sima megfázástól több dolog különbözteti meg. A sima megfázásnál a tünetek fokozatosan alakulnak ki, és hurutos tünetek dominálnak. Az influenzánál jellemző a hirtelen kezdet, és nem náthásak vagyunk, hanem inkább a torokkaparás, hörhurutgyulladás, vagy akár tüdőgyulladása jellemző. Járhat az influenza lázzal, de ez nem kötelező, és általában vannak nagyon erős közérzeti tünetek, tehát fejfájás, izomfájdalom, levertség. Amennyiben mindenképp el akarjuk kerülni a megbetegedést, nincs más teendőnk, mint beadatni az influenza elleni védőoltást.
Ez különösen ajánlott az időseknek, a krónikus betegeknek és a munkakörükből kifolyólag sok emberrel érintkezőknek, illetve a gyerekközösségek tagjainak. Soha nem később adni a védőoltást, tehát akár még járványos időszakban is lehet oltakozni, hiszen káros hatása nincsen. 2 hét a biztos védettségnek a kialakulása, viszont ez nem úgy történik, hogy a egyik napon még védett vagyok, vagy nem vagyok védett, a másik napon már teljesen védett vagyok. Ez egy fokozatos folyamat, és azt jelenti, hogy a beoltottaknak a 98%-a 14 nap múlva védett lesz. Az injekciót díjmentesen házi orvosunktól vehetjük igénybe. Kovács Lajosné Jó Margit, a makói néptánckultúra meghonosítója tiszteletére emléktáblát avattak a Hagymaház aulájában. A szép számú érdeklődőt Puszta János, a Művelődési Ház nyugalmazott igazgatója köszöntötte. Margit néni szerencsés volt, hogy egy olyan korban élhetett, amikor még mindennaposak voltak a néptánckultúra hagyományai, emelte ki megemlékező beszédében Puszta János. Ő még táncolhatott olyanokkal, akik vérükben hordozták, anyatejjel szívták magukba a magyar paraszti kultúra alapjait, a néptáncot. A népdalt, a díszítő művészeteket, hímzés, kazekasság, fafaragás, lakodalmak, családi események, bálak és még sok-sok változatát a népszokásoknak megismerhettem még ott a gyökereknél. A nyugalmazott múzeumigazgató mindemellett hangsúlyozta. Kovács Lajosné Jó Margitnak köszönhető, hogy ez a népi kultúra meghonosodott Makón, hiszen mintegy 25 évig tanította a fiatalokat néptáncolni. Tanulta, elleste, majd tanította a falusi emberek egymáshoz való viszonyulásának titkaira, rábízott az erre még áhítozó fiatalokat, akiknek még alapjaiban, vérükbe, fülükbe, lábaikba ivódott be az egyetemes magyar kultúra. Igen. Nagyon sikeresen tanított. Élete folyamán szóban, írásban, sok-sok tagjában rengeteg elismerést gyűjtött be. Mi most ezzel az emléktáblával kőbe is réstük az utókornak elismerésünket, hálánknak az idők végeztéig. A megemlékezésen Puszta János kitért arra is, hogy Jó Margit volt, aki megalapította a központi táncegyüttest, amely később felvette a Maros nevet. Ezt 39 évvel ezelőtt Döme Mária alakította újjá. Az ökumenikus imahét a görögkatolikus templomban folytatódott, ahol Szapanos Lajos, a baptista gyülekezet vezetője tartott prédikációt. A lelkipásztor Lukács és Máté evangéliumából olvasott fel a jelenlévőknek. Évről évre Makó is csatlakozik a nemzetközi imahéthez, melyet január 3. hetében szoktak megtartani. A rendezvénysorozat elsődleges célja, hogy a Krisztus hívő egyházak közösen imádkozzanak és egységet teremtsenek, így építve szorosabbá a testvériséget. Szép számú érdeklődővel népesedett be a barokk stílusban épült parókia, ahol idősek és gyermekek is egyaránt ültek a padsorokban. A görög katolikusok vendégelőadója Szappanos Lajos volt, aki prédikációja előtt adott interjújában stábunknak elmondta, számára a hét üzenete, hogy Isten gondviselő szeretete tartja össze a különböző felekezeteket. Emellett szót ejtett az aggodalmaskodás és a félelem kapcsolatáról is. Hogy ne féljünk, ne aggodalmaskodjunk, mert az kicsinyhítőségnek a jele, hanem merjünk hinni Jézus Krisztusban, merjünk hinni az Istenünkbe, lássunk túl a dolgok, akkor emelkedjünk föl a hétköznapi nyűgökön, bajokon, és akkor Isten velünk van, és gondviselő szeretete a szükségleteinket mindig megadja. Az emberi igények nem lesznek kielégítve, mert azok határtalanok, azok beláthatatlanok, de a szükségleteket Isten szeretete mindig biztosítja a számunkra. Az üzenet átadására 3 tanítást hozott el a jelenlévőknek, amelyek mind a hiten alapulnak. Úgy véli, az emberek lelke akkor boldog csak igazán, ha hisznek Istenben. Ha elmúlik, elveszik a vallás, megszűnik minden. A mai nap folyamán Lukács evangéliumából és Máté evangéliumából fogok idézni a Járiusz lányának a feltámasztása, 10 leprásnak a meggyógyítása és Péternek a vizen járása, a 3 példa. A program zárónapja szombaton lesz a Vásárhelyi utcai evangélikus templomban délután 17 órakor.
A 2019-es évre megváltott megyei és országos autópálya matricák január 31-ig érvényesek, február 1-ével Csongrád megyében mintegy 55 ezer darab jár le. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT arra kéri a lakosságot, hogy ne az utolsó pillanatokra hagyják az újak megvásárlását, ugyanis az érvényesítő pontokon akár tumultus is kialakulhat az utolsó napokban. A díjköteles útszakaszok használatára feljogosító E-matricák árai a 2019-es évhez képest változatlan áron elérhetőek minden jármű kategóriában. A személygépkocsi tulajdonosoknak például az éves megyei matrica 5000 forint, illetve az országos 42.980 forintot jelent továbbra is. Barta Tamás, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT vezérigazgatója televíziónknak adott interjújában elmondta, hogy a vásárlásra a töltő állomások mellett akár online felületen, az elmatrica.nemzetiudi.hu weboldalon is lehetőség nyílik. Arra kell vigyázni, hogy minden esetben a rendszámot jól adja meg az ember, nyilvánvalóan felségjelzés, díjkategória, érvényességi idő, hogyha a megyei matricát akar venni, akkor a megyét kell pontosan megjelölni. A forgalmi engedélyt kell mindig nézni, az abban szereplő adatoknak megfelelően kell kitölteni az adatokat. Ha valaki esetleg mégis bizonytalan, akár a díjkategóriát illetően, akkor a NUSZ telefonos vagy személyes ügyfélszolgálatán a munkatársaink mindenkinek a rendelkezésére állnak. A vezérigazgató továbbá szót ejtett azon személyekről is, akik valamilyen kedvezményben részesülnek. A nagy családosok részleges díjmentessége az minden évben meg kell újítani, a közlekedési közgatósági hatóságnál azt minden évben nyilvántartásba kell vetetni. Akik mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkeznek, nekik nincs szükség a bejelentés megújítására, nekik egészen addig, amíg a nyilvántartásból nem törlik őket, addig jogosultak. A díjmentességre annyit kell tudni még, hogy egy üzemben tartó, egy időben csak egyetlen forgalmi rendszámra tud kedvezményt érvényesíteni. Fontos tudnivaló, hogy aki január 31-ig bezárólag nem újította meg matricáját, és ezt követően felhajt az autópályára, még 60 perc rendelkezésére áll a tranzakció megvalósítására. Az egy óra lejártát követően azonban már szabályszegésnek minősül, ha nem lett megváltva a szolgáltatási díj. Országosan elmondható, hogy összesen 2,5 millió e-matrica veszti érvényességét a jövő hét folyamán. Érkezzenek legfontosabb híreink, még egyszer röviden. A honvédi romos épületek eltakarításán is dolgozik Varga Ferenc. Terjedőben az influenza. Mementót állítottak a makói néptánc meghonosítójának. Kedves nézőink, ne feledjék, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a hétvégi időjárást, majd ezt követően Fogadóra című közéleti magazinunkat láthatják, melynek vendége Gáspár Sándor települési képviselő lesz. Ezután Heti Reakció című rovatunkkal jelentkezünk, majd Társalgó című színes kulturális magazinunkkal, később a Makó és Térsége című gasztromagazinunkat tűztük műsorra. Végezetül Sportélet című rovatunkat láthatják. Kedves nézőink, ez volt a péntek esti híradó, legközelebb jövő héten hétfőn jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is, én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!